A szakma kiváló tanulói. Ismét a Bajai Egymi adott otthont az országos versengésnek. Ápolták a tradíciót. Nemzetiségi napot tartottak pénteken az MNAMK-ban. Sokszínű dallamok. Csütörtökön este a Liszt, ami tanárai zenéltek a turisztikai központban. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Április 29-e péntek van, a híradóval jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. Több mint 30 iskolából 92 diák mérheti össze tudását a szakma kiváló tanulója címért. Az elődöntőkben 8 szakmában írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokban bizonyíthattak a fiatalok. Az országos verseny döntőjének ezúttal is a Bajai Egymi adott otthont. Idén is, ahogy az előző években, a Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény falai között rendezték meg a szakma kiváló tanulója döntőjét. A 2022-es versenyen a diákok 8 szakmában, többek közt asztalosipari szerelő, kerti munkás, parkgondozó és számítógépes adatrögzítő feladatokban, de háztartástanban is megmutathatták tudásukat. Az országos döntőt iskolai fordulók előzték meg. Müller István, a Bajai Intézmény főigazgatója híradónknak elmondta, a győztes diákok kiválthatják szakmunkás vizsgájukat. Mindenféleképpen a tanulóknak ez egy olyan verseny, ami egy megmérettetés. Már ők egyszer tovább jutottak egy első fordulós körben, és most a második fordulóban itt Baján kerül megrendezésre az országos verseny. Mondhatnám, hogy már hagyományszerűen az intézmény infrastruktúrája, személyi állománya, tárgyi személyi feltételek mindig adottak ahhoz, hogy magas színvonalon meg tudjuk rendezni ezt a versenyt. Hozzátette, a diákok vásárlási utalványt is nyerhetnek a jó helyezéssel. Szabadidős tevékenységként pedig a várossal is megismerkednek, valamint egy sportversenyt is rendeznek az ideérkező fiataloknak a 3 nap alatt. A gyerekeknek vizsgabizottság előtt kell bizonyítaniuk szakmabeli jártasságukat. A lakástextil készítők zsűri elnöke úgy nyilatkozott, a verseny több, írásbeli, szóbeli és gyakorlati számból áll. Meglepően nagyon jónak látjuk. Épp a versenybizottsággal most tárgyaltuk, hogy nagyon-nagyon ügyesek. A portfólióban egy rendkívül széles körű munkát mutattak be az eddigi tevékenységükről, ahol nagyon-nagyon sokféle termék szerepel, az ágyneműtől kezdve a szájmaszk, tányéralátét, edényfogókesztyű, kötények, különböző kis kiegészítők, papírzsebkendő tartó, mindenféle kis tartókák. Hozzátette, az iskolában alaposan megtanulják a szakmát. A fiatalok az itt szerzett tudás birtokában könnyebben el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Az eredmény hirdetésre ma délután került sor, ahol kiderült, hogy a meghirdetett iparágakban kik lettek idén a szakma kiváló tanulói. Pénteken helyére került a májusfa a Szentháromság téren. Baja város polgármesterének ötlete nyomán idén is felállították a városháza előtt a tavasz és az újjászületés jelképét, amelynek díszítésében a lakosság segítségére is számított az önkormányzat. A szervezők a polgármesteri hivatal elé kihelyezett dobozba várták április 29-éig azokat a színes, idézettel vagy akár saját névvel is ellátott sejemszalagokat a bajaiaktól, amelyeket ma feltűztek a város fájára. Az ötletgazdák május 28-án egy táncházzal egybekötött felvonulást is szerveznének, amelynek keretében elbúcsúztatnák a májusfát. Muzsika szó töltötte be tegnap a turisztikai központot Baján. Csütörtökön este a Liszt, ami tanárai várták hangversenyre az érdeklődőket. Az eseményes stábunk is ott járt, hamarosan mutatjuk a részleteket. Mintegy 100 fiatal járt német táncokat az MNAMK udvarán. Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is megszervezték a nemzetiségi napot a két tannyelvű intézményben. A résztvevők sváb énekekkel és koreográfiákkal elevenítették fel a német tradíciókat. Hajósi és császártöltésű sváb, de osztrák népviselet is előkerült a nemzetiségi napon. 8. éve szervezték meg a bajai két tannyelvű iskolában a programot, amely keretében a magyarországi németek elődjeire,
és a legismertebb népszokásokra emlékeznek az intézmény valamennyi tanulójának bevonásával. A legkisebbek eredeti táncokkal készültek, míg a felső tagozatos diákok sváb énekekkel színesítették a műsort. A zenei kíséretről ezúttal is az iskola pedagógusa Emmert József gondoskodott. A magyarországi németeknek nagyon nagy kincse a népdal, és ezeknek a gyerekeknek próbáljuk ezeket a népdalokat átadni, megtanítani, hogy ezzel is az identitásukat fejlesszük. A gyerekek utána pedig a kisebb tánccsoport tagjai hajósi sváb táncokat adtak elő, nyelvjárásban énekelték őket, ezzel is ugye próbáljuk megőrizni az őseink emlékét. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a tradíciókra és azok népszerűsítésére, így az oktatás során is gyakran foglalkoznak a népszokásokkal. Legutóbb például a házasságkötés hagyományaival ismerkedtek a tanulók a népismeret óra alkalmával. Például nem valamilyen étteremben ünnepelték, hanem otthon a házukban, és akkor kellett is mindenkinek hozni a saját evőeszközét, mert nem volt olyan sok a házban, és igen. Illetve még, hogy régen ugye mentek hát ugye meghívni a vendégeket, és ahhoz ilyen verseket mondtak, hogy meghívják őket, és abban ilyen rímekbe szedve, hogy mikor lesz az esküvő. A rendezvényen a tipikus sváb fűszer, a rozmaring is előtérbe került. A hagyományok szerint a férfiak a ruhájukra tűzve hordták a tisztaságot és szerencsét szimbolizáló gyógynövényt, míg sok családban almába szúrva helyezték azt az asztalra. A délelőtti foglalkozás közös táncházzal zárult, amely során több mint 100 fiatal robta egyszerre. A csütörtökön este megjelent magyar közlöny szerint az árstop mellett a Széchenyi pihenőkártyával kapcsolatos kedvezményes lehetőség is meghosszabbodik. Korábban a szabadidős programokra létrehozott szép kártya esetében a kormány lehetővé tette, hogy a felhalmozott összeget a tulajdonosok élelmiszervásárlásra is felhasználják. A legutóbbi döntés szerint a hatósági árak mellett is megmarad ez a lehetőség, május 31-e helyett legalább július 1-jéig továbbra is teljes körűen felhasználhatóak a szépkártyák, olvasható a közlönyben. Április 28-án csütörtökön tartotta a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a tanári hangversenyét. Az intézmény a járványhelyzetre való tekintettel ezúttal nem a hagyományos művészeti hetet szervezte meg, hanem a biztonságos és az alapos felkészülésre helyezte a hangsúlyt. A koncertre színes repertoárral várták az érdeklődőket, többféle stílust és hangszert is hallhattak a résztvevők. Újra kötetlen formában tarthatta meg hagyományos tanári hangversenyét a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneoktató pedagógusok április 28-án este 6 órakor a turisztikai központba várták a közönséget, ahol sokszínű repertoárral készültek az érdeklődőknek. Pető Attila elmondta, mindig kivételes alkalom, hogy felléphetnek, hiszen elsősorban zenetanárok, így külön izgalom számukra a felkészülés. Emellett pedig a növendékeket is motiválhatja, ha látják oktatóikat a pódiumon is. Én nagyon bízom benne, hogy valóban az, hogy látják a tanáraikat muzsikálni, és nem csak a négy fal között a tanteremben élvezhetik azt, hogy a tanár szükségképpen bemutat egy zenei gondolatot, egy technikai megoldást, hanem hogy itt komplett művekkel áll a közönség elé, ez egy vonzó minta lehet a gyerekek számára is, hiszen olyan ember mutatja ezt be, akik számukra ismerős, nem egy messziről érkezett idegen művészt fognak látni, hallani, hanem azt a tanárt, akivel ők rendszeresen találkoznak a mindennapokban. Az intézményvezető azt is elmondta, a járvány miatt bizonytalan volt az események rendezése, így nem merték egy hétre koncentrálni a programokat, emiatt inkább úgy döntöttek, hogy különböző időpontokban tartják meg a rendezvényeket. Hozzátette, a járványhelyzet a felkészülést is nehezítette, de mindenki várta már a hangversenyt. Tóth Kristóf még a főiskolai tanulmányait végzi. A fiatal pedagógus Siófok mellől származik, és óraadóként került az intézménybe. Elmondta, számára az oktatás és az előadó művészet is egyformán fontos.
Szerintem egyensúlyban van a mérleg nyelve, habár amióta elkezdtem a tanítást, azóta nagy meglepetések értek, hiszen nagyon sok örömet hordoz magával a kis és idősebb gyerekeknek a tanítása. Úgyhogy jelenleg azt mondom, hogy a tanítást jobban élvezem, de ez azért is lehet, mert ugye az elmúlt nehéz időszakban nem volt túl sok lehetőségem fellépni, úgyhogy remélhetőleg ez a mai este megváltoztatja ezt, újra átbillen a nyelv. A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola május 6-án egy régi hagyományt kíván feleleveníteni. A megyei tanári hangversenyre több településről is elfogadták a meghívást, mondta Pető Attila. Emellett pedig egy családi hétvégére is készülnek, ahová május 7-én várják majd a zenekedvelő bajaiakat. Mozgalmas hétvége várja a bajaiakat. Április 30-án rendezik meg a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Nemzetek Tánca első táncházát. A program különlegessége, hogy a korábbiakkal ellentétben ezúttal nem csak egy, hanem három nemzetiség koreográfiáival ismerkedhetnek meg a résztvevők a Bácskai Kultúrpalotában. Szintén szombaton nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt a Pörbői Ökoturisztikai Központ, ahol a szezonnyitó nap keretében kiállításokra és családi programokra invitálják a látogatókat, akik ezúttal is felülhetnek a rezét gőzösre. Május 1-én ismét vidám parkká változik a Petőfi-sziget és környéke, ahol meg annyi programmal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Délelőtt 10 órától kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és édességekkel várják a látogatókat. Az idei év újdonsága a kertmozi, ennek keretében ingyenesen egész nap rajzfilmeket vetítenek a nagyméretű LED falon. A részletes program leírásról a Bajai Rendezvények Facebook oldalán és a Gemenc ZRT honlapján tájékozódhatnak. Kosarasok pihennek a hétvégén, a röplabdások azonban utánpótlás bajnokságon mérettetik meg magukat, de a Bajai Labdarúgóklub játékosai is hazai pályán fogadják ellenfelüket. Hétvégi előzetesünk következik. Koch Tamásék jó úton haladnak afelé, hogy a célú kitűzött dobogós helyüket megőrizzék a bajnokság végéig. Múlt heti mérkőzésüket 4-1-re nyerték a Dusnok ellen, vasárnap is hasonló reményekkel lépnek pályára. Ezúttal a Sükösdi Gárdát látják vendégül, akikkel legutóbb 2-2-es döntetlent játszottak Kerezsijék. Hétvégén a Sugovica Sportiskola csarnokában utánpótlás röplabda bajnokságot szervez a Sugovica SE röplabda szakosztálya. Tehát U15-ös lányoknak a harmadosztályában próbálunk meg versenyezni. Itt, akik a hátam mögött játszanak, azok jó része szeptemberben érkezett. Egy-kettő van, aki már több éve ide járt, tehát azért elég nehéz ennyi idő alatt felkészíteni őket úgy, hogy bárhova is tudjunk menni. Baros Eszter és tanítványai Európa-bajnokságra utaztak Spanyolországba. A növendékek ezúttal nem kortárs kategóriában, hanem a rúcsportolókkal mérettetik meg magukat. A nemzetközi mezőnyben Barabás Liliana és Pap Regina bizonyíthat. Egy rövid összefoglaló következik a mai tartalomból. A szakma kiváló tanulói. Ismét a Bajai Egymi adott otthont az országos versengésnek. Ápolták a tradíciót. Nemzetiségi napot tartottak pénteken az MNAMK-ban. Sokszínű dallamok. Csütörtökön este a Liszt, ami tanárai zenéltek a turisztikai központban. Kedves nézőink, a hét utolsó híradójának végére értünk. Nem sokára elmondjuk még, hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén, és elolvashatják a Duna vízállásának aktuális adatait is a képernyőn. Legközelebb hétfőn este 6 órakor várjuk majd Önöket friss összeállítással. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Szombaton gomoly felhős, napos idő várható, a legtöbb felhő a déli órákban képződik, csapadék nem valószínű.
A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 18 és 22 fok között alakul. Vasárnap a gomoly és fátyol felhők mellett általában több órás napsütésre számíthatunk, de nyugaton akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot a felhők. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az ország déli felén. A keleties szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, a fagyzugos körzetekben pár fokkal hidegebb is lehet. Vasárnap délutánra 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.